Volodymyr Zelensky a New Yorki ENSZ közgyűlés előtti beszédében az esetleges békemisszióról, egy különleges hadbíróságról és a háborús vesztességekről fog beszélni, írja az Ukrajinska Pravda hírportál. Ihor Zsovkva, az elnöki hivatal helyettes vezetője a sajtónak elmondta, az ukrán államfőnek sok nagyon fontos és magas szintű kétoldalú találkozója lesz, így maximálisan kihasználják a közgyűlés adta lehetőséget. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy sikerül fokozni az Ukrajnának nyújtandó politikai, katonai és pénzügyi támogatásokat. Maja Szándó moldovai elnök az amerikai CNN hírcsatornának azt nyilatkozta, Kijevnek több támogatásra van szüksége, mindenkinek meg kell értenie, egyértelmű, hogy ha Ukrajnának nem segítenek, akkor Oroszország nem fog megállni Ukrajnában vagy Moldovában. A moldovai elnök szerint a háborúnak csak úgy lehet vége, ha Ukrajna visszaszerzi az oroszok által megszállt területeit, beleértve a Greenfield-szigetet is. Moldova a hétvégén ünnepelte függetlenné válásának 32. évfordulóját, az országnak rendkívül feszült a viszonya Moszkvával, különösen a keleti, orosz barát szakadár nyeszter túli terület miatt, ahol orosz fegyveres csapatok állomásoznak. Lengyelország és a balti államok teljesen lezárnák határaikat Fehér Oroszországgal, ha bármilyen provokáció történne, amelyben orosz Wagner zsoldosok is részt vennének, mondta a lengyel belügyminiszter. Mariusz Kaminski azt is követelte, hogy a Wagner fegyveresek azonnal hagyják el Fehér Oroszország területét. Litvánia belügyminisztériuma azt fogja javasolni, hogy a Fehér Oroszországgal közös négy határátkelőhely közül kettőt zárjanak le. Lettország is fokozottan figyeli Fehér közös határszakaszát. Lengyelországban az elmúlt hónapokban megnőtt a határon átkelni próbáló, főként közel és afrikai illegális bevándorlók száma. Varsó azzal vádolja a Minszki hogy így próbálnak káoszt teremteni a régióban. Görögország 100 leopárt harckocsit adhat az ukrán hadseregnek Németország javaslatára, írja az Ukrajinska Pravda hírportál. Atén az elavultabb harckocsiktól szabadulhatna így meg, amelyek felújítási költségeit a német kormány viselni. A páncélozott járművekre modern hőkamerákat telepítenek majd a tervek szerint. A görög Leopard páncélosokat több mint három évtizeden nem újították fel, ezért a németek célja az, hogy ütőképes harckocsikat adjanak át az ukránoknak. Sauli Finn elnök jóváhagyta a 18. katonai segélycsomag Ukrajnának történő átadását, közölte a Finn kormány honlapján. Megjegyezték, hogy a többek között nehéz fegyvereket és tőszereket tartalmazó csomag értéke közel 100 millió euró. Ezzel a Helsinki által Ukrajnának nyújtott katonai segélyek összértéke megközelítette a másfél milliárd eurót. Ukrajna támogatása Finnország és szövetségesei részéről továbbra is megingathatatlan, erősítette meg a finn kormány. A segélyek tartalmával, átadásának módjával és ütemezésével kapcsolatos további részleteket biztonsági okokból nem közöltek.